Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek. Köszöntöm a kedves családtagokat, és nem utolsó sorban Dávid kis Borbálát, Borit, aki elhozta nekünk a természet igéző pillanatait. Köszönjük, hogy ilyen közelről megtekinthetjük a körülöttünk rejlő apró kis csodákat. És én át is adnám a szót a kiállítás megnyitójának, Gábornak. És én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nem én vagyok a művésznő, az Bori lesz a művésznő. Én egy Szabó Gábor nevű fickó vagyok, és azt a feladatot kaptam, hogy egy pár szóba föltartsam itt a kedves közönséget. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok azért, hogy itt lehetek és megnyithatom ezt a kiállítást. És hozzáteszem, szerencsétlennek is érzem magam egy bizonyos szempontból, hogy nem szoktam ehhez hozzá. Én általában a másik végén szoktam állni ezeknek a dolgoknak. De egy biztos, hogy egy természetfotó kiállításon vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, a természetfotózás tulajdonképpen a fotózás sok-sok ága közül, mert rengeteg van, gyakorlatilag a legnehezebb véleményem szerint, lehet, hogy ebben van egy kis részrehajlás, én ezt nem mondom, azért a legnehezebb talán, mert nincsen visszatérő pillanat. Ott azt az egyet kell tudni kinézni belőle, és ez vagy sikerül, vagy sem sikerül, nem lehet megismételni. Azt hozzá kell tennem, hogy egy ilyen kiállításig nagyon hosszú az út, és mint minden kiállításnak, ennek is megvan a maga kis bája, kis lendülete, megvan a maga kis kalandja, azokat, amiket az ember nem lát. Egy biztos, hogy nagyon rögös az út, és nagyon hosszú utat kell bejárni ahhoz, hogy idáig el lehessen jutni. Illetve még azt kell, hogy mondjam, hogy minden mellett, minden művésznek is megvan a saját maga ecsetvonása, vagy tolvonása, jelen esetben a digitális lenyomata, ami azt jelenti, hogy véleményem szerint, ami azt jelenti, hogy bárhol jár az ember, és lát bizonyos képeket, fölismeri benne a művésznek a kézjegyét. Hasonló egy picit a festészethez, mert látom, festők is vannak, a festőművészek is vannak itt. Szerencsére mindenki képviseli magát itt a művészeti ágokba, és ezek a bizonyos jellemvonások nagyon kicsi korba kezdenek kialakulni. Nagyon sokáig tart, míg letisztulnak. Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy belevésődnek valahogy a szürke állományba, mint az aláírás, az embernek az aláírása, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy 11 éves gyereknek az aláírása soha nem lesz olyan, mint egy 40 éves felnőtté. És ez látszik ezeken a képeken is. Azt tudom, nagyon jól ismerem Borit, nagyon messziről indult el, nagyon sok felé szerteágazott neki is a kíváncsisága tulajdonképpen, mire eljutott idáig. Csak néhány szóba, ennek a kalandos utazásnak néhány pillanata, például voltak közös cserkelések édesapával, nagyapai vonalról, már onnan datálódik, hogy nem tudom, erdőt járták, gombáztak, lesték az állatokat, talán hódot nem, de az összes többit igen. Aztán később felnőtt fejjel elvégzett egy vadásztanfolyamot, illetve letett egy vadászvizsgát is. Hogy aztán most ez zsákutca volt, vagy nem zsákutca, azt nehéz lenne megmondani, azt nem lehet megmondani, mert ez az életpálya, amúgy is ez az életpálya, ez egy nagyon divatos kifejezés mostanában, ez még mindig tart, ez az életpálya, akárhogy nézzük. Illetve már akkor is voltak madarásztáborok, Széltóni bácsi mindenki ismeri, nagy szakálla van, hatalmas mosolya, a Körös-Maros Nemzeti Parknál dolgozik, és annak idején, mikor még kicsi gyerekekkel szervezett táborokat, akkor még a két túra útvonalon itt Tecsek határában itt lehetett a gáton nyomulni és nézegetni a mocsárvilág élőlényeit. Egy biztos, hogy ezt egy nagyot lépve, nem akarok sokáig beszélni tényleg, aztán jött a 2020-as esztendő, amikor kaptunk egy különleges világjárványt, amit mindenki megsínlett,
Viszont ez volt az a pillanat, amikor a világjárvány a művésznőt beledökte a természet, nem tudom, szó szerint ingoványos mocsarába tulajdonképpen, ami én úgy hiszem, hogy ez a mocsár még most is húzza lefele, jó értelemben természetesen. Ugye ez a természet iránti elkötelezettség tulajdonképpen ez azóta is folyamatosan tart, és nagyon sok dologban megnyilvánul. Például olyan dolgokban, mint a ma egy fészek, holnap az óceán. Ez távlati dolgokban annyit jelent az én meglátásom szerint, hogy ma egy kicsit segítek azért, hogy majd a utánam következő generáció rájöjjön arra, hogy az óceán víz az nagyon szükséges ahhoz, hogy egyáltalán bolygónak lehessen nevezni azt, amin élünk. Vagy például ott vannak ezek a teszed akciók. Komoly tévhit van véleményem szerint ezzel a teszed akciókkal kapcsolatban, és mindenki azt gondolja, hogy ezek a feltűnő ruhás figurák szelik a szemet, azok biztos közmunkások, ez nem így van. Azok nagyon bátor emberek, én is voltam néhány ilyen teszed akción. Hát tényleg komoly bátorság kell ahhoz, hogy valakinek az eldobált pelenkáját beletegyem egy zsákba. És utána azt összegyűjtve valahova letegyük, ami majd később elkerül egy megfelelő helyre. De például a természet iránti hűségét jelzi az is itt a mi kis művészünknek, hogy rengeteg szinkron számláláson lehet. Ezek nagyon fontosak, ezek a szinkron számlálások. Például baglyok esetében járni a környező településeket és nézni mindig ugyanabban az időpontban, hogy most nem tudom ezen a nyírfán mennyi bagoly van, eseményben, vagy rossz időben, vagy jó időben, teljesen mindegy. Vagy vannak például, azt tudom, hogy vannak olyan kezdeményezések is tulajdonképpen, amiben Bori is benne van, műfészeképítés tulajdonképpen, Berekfürdő strandjának vagy kempingjének a bejárata környékén is van néhány. Ugye ez akár belefér a Ma egy fészek, holnap az óceán programba. Ez is mind-mind azt mutatja, hogy igen, a természet iránti elkötelezettség az nem csak abban nyilvánul meg, hogy nem dobok el a szemetet, hanem teszek is érte valamit. Sorolhatnám még ezt igazság szerint. Vagy például mindig ott van a szemében a tanulás iránti vágy. Ennek köszönhető, hogy elvégzett Bori egy tanfolyamot nagyon neves fotósok kíséretébe, akik megtanították arra, hogy egy másféle szűrőn keresztül kell nézni a világot, akkor is, hogyha egy szélesebb perspektívából figyeli, vagy nehogy Isten egy szűkebb látószöget képviselő teleobjektíven keresztül. Ezek nagyon jó dolgok, ezek mind-mind kellenek ehhez. Igazság szerint sorolhatnám még ezt napestig, nem tudom, akár 4-5 óra hosszán keresztül is, de nem akarok olyan lenni, mint Kovács Tibi. Ha ő is tudná sorolni egyébként, sokkal tovább, mint én. Én úgy hiszem egyébként, hogy elnézve ezeket a felvételeket, át vannak itatva a természet szeretetével. Olyan mértékben, teljes mértékben beleívódva ezekbe a képekbe, olyan formába, amik csak pillanatokat engednek láttatni, olyan pillanatokat, amelyeket nagy valószínűséggel szobából soha nem láttunk. Nagyon jók ezek a felvételek, mert nyilván egyszer fordulnak elő. Mégis megengedik láttatni azt, amit az ember ezek nélkül, a felvételek nélkül a büdös életben nem tud elképzelni. Van ebben látható itt, ebben nem tudom, madárvonulás, tavaszi felvételek, nyilván ízlettábúak is. Nem csak az fontos például, hogy ott egy boglár körül, hanem az, hogy milyen növény. Nyilván ezek nagyon szépen meg vannak komponálva, ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy ez a kiállítás komplex legyen és egészként lehessen nézni. Ezek a felvételek egy olyan titkos világot láttatnak nekünk, ahol tulajdonképpen az ember egy nagyon pici pontként tudként csak részt venni benne. Ki szabadulva a természetbe tulajdonképpen, külső szemlélőként nekünk csak annyi lehetőségünk van, hogy ezeket valahogy észrevegyük.
együtt lélegezni velük, együtt érezni a, nem tudom, a fűnek az illatát, hallani azt, hogy susognak a falevelek. Ezek nagyon fontosak, ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy egy kiállítás, hogy ez a kiállítás ilyen szépen összejön. Én nagyon szerencsés vagyok egyébként, hogy ismerhetem Borkát, egy hasonló kiállításon találkoztam vele ebbe a helységbe, és nem is akarom nagyon sokáig tovább húzni az időt. Ezt a hagyományt megőrizve szeretném önöknek bemutatni Dávid kis Borbálát, a művésznőt, és átadnám ezzel a szót neki, azért, mert én tudom nagyon jól, hogy amit ő fog mondani, vagy láthatni velünk, az még izgalmasabb annál, mint hogy én itt elmakogjak még néhány percig, mint Kovács Tibi. Úgyhogy Dávid kis Borbálát, légy szíves, Borika, mutasd meg! És elfogadtátok a meghívást, igazán örömteli, hogy ennyien vagyunk. Én nem szeretném nagyon húzni-nyúzni az időtöket, az idejüket. Készültem egy kis filmmel, és ebben megpróbáltam belesűríteni, hogy én hogy járom a természetet, hogy látom a természetet, és az a legfontosabb. Köszönöm egyáltalán az Arany János könyvtárnak, hogy olyan neves művészek után szerepelhet a kiállításon, mint például a Duli Marcsika Zománc művei, vagy Szanyi Katikának a csodálatos festményei, és még sorolhatnám hány fantasztikus művész után állhatok itt, ami nagyon megtisztelő. Nagyon szeretném megköszönni az indítatást édesapámnak, mivel ugye ott egy kis rövid élettörténettel készültem, hogy honnan gyökerezik a természet iránti szeretet, és azt szívtam magamba gyermekként, ugye édesapám vadász, akit nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és a családomnak is, hogy itt vannak és támogatnak. Tehát gyermekként plantálódott belém a vadászat kapcsán, a közös cserkelések kapcsán a természet szeretete és imádata, és ahogy Gábor mondta, ez soká tisztult le, én is kerestem az utamat, azt gondoltam, hogy majd én is vadász leszek, aztán elvégeztem ezt a vadásztanfolyamot, de rájöttem, hogy nem zsákutca az életembe, mert minden ad hozzá az életemhez, minden apró kis szösztenet ad valamit az ember tarsójába, és utána nem folytattam ezt a nemes hagyományt, a vadászatot, de megpróbálom a vadakat az én szemszögemből, így a fényképezőgépen keresztül bemutatni az ő életüket, az ő kis kezdüléseiket, akkor az erdő illatát valamelyest bevarázsolni a képeimbe. Igazából a környező területeken fotózok, tehát nem megyek túlságosan messzire. Ezek a képek itt készültek Kisújszállás határában, a környező erdőben, a Varjasi erdőben, a Csordajáráson, vagy akár a Berettyónál, úgyhogy ne utazom messzire, azt gondolom, hogy rengeteg kincs található szűkebb területünkön is, úgyhogy érdemes kimenni, bogarászni, akár egy mobiltelefonnal, tehát én mindenkit buzdítok, hogy nem kellenek nagy felszerelések hozzá, hogy az ember észrevegyen lefotózni egy pici lepkét, vagy éppen egy szép virágot. Szoktam olyan fiataloknak, hogy mobiltelefonnal nagyon szép felvételeket lehet készíteni. Úgyhogy hát nagyon remélem, hogy sok szülő bele tudja ezt plantálni a gyermekébe, amit én az édesapámtól kaptam, meg az édesanyámtól, akitől azt gondolom, hogy a kreativitásomat és a látásomat örököltem, aki nem lehet sajnos itt, de minden képem ihletője is, mindig ajánlom neki a képeimet. Úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, hogy eljuthattam ideig, és köszönöm mindenkinek a támogatását, legfőképpen a családomnak, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre, ugyanis minden idő, ami a természetben töltök, minden idő, azt valahonnan elcseni az ember egy picikét, és ez általában a családtól szokott. Mármint itt van a főnök asztalunk, de tudja jól, hogy lyukas óráimban szívesen kimegyek tilalmasra darvakat lesni, vagy éppen bagyot fotózni. Óriási élmények, én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk az állatoktól, és ne felejtsük el, hogy mi vendégek vagyunk kint az erdőben. Tudni kellene sok embernek, hogy mi ott átutazók vagyunk, vendégek, és tiszteljük meg, mert az én természetfotózásom az nem csak annyi, hogy kimegyek, hanem sokszor szedünk szemetet, önkéntes csapatnak tagjaként
járjuk Magyarország nemzeti parkjait, ez a varázslatos Magyarországnak a ma egy fészek, holnap az óceán elnevezésű önkéntes csoportja. Nagyon sok család, nagyon sok fiatal eljön, és próbálunk szemléletet formálni, próbálunk egy picit mutatni a nagyvilágnak, hogy igenis ne dobjuk el azt a szemetet, vagy azt a konzerves dobozt ne hagyjuk kint a horgászparton, mert igen-igen találunk olyan kis cicát, akinek sajnos a fejére szorul a konzerves doboz az emberi hanyagság miatt. Tehát ezekre a dolgokra még mindig azt gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy az emberek megértsék, hogy ők adják nekünk a pluszt az életünkbe, meg ők adják a szépet és a jót, és legyünk érte hálásak. Hát én igyekeztem rövidre fogni, és bemutatnék egy kis filmet, felölelve ugye a munkásságomat úgy megpróbáltam a fiatalkoromtól kezdődően, és a végére lesz egy nagyon-nagyon kis pici természetfilm, amit majd meg fogok állítani, mert egy kicsit hosszúra sikerült. Fogadjátok szeretettel, fogadják sok szeretettel, ebbe azt gondolom, hogy minden benne lesz. Csak akkor fogadjátok szeretettel a kis filmemet. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be
Magyarországból ennyi lett volna. Itt még egy kicsit dolgozik a Petrovács, nem akarom mutatni a társaságot, és végül is elrepül. Én csak egy mobilos felvétellel próbáltam megmutatni, hogy milyen közel kerülök a természethez az itatós lesem által. Tehát pár centiről tudom őket csodálni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus, hogy csak egy üveg választ el minket egymástól. Úgyhogy ennyi lett volna. Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor kellemes nézelődést kívánok, valamint hátul van egy kis vendégfogadás. Higgyetek, érezzétek jól magatokat, úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek.